kívánom a magyar nemzet! Tényleges sajtó, szólás, lelkiismereti, oktatási és társulási szervezkedési szabadságot! Törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom minden szintjén! Emberhez méltó létfeltételeket, államilag garantált létminimumot az elszegényedett rétegeknek! Négy évenkénti szabad, szabad párt és kormányválasztást! Emberi és nemzetiségi jogokat a határainkon túl élő magyaroknak. 1848, 1918 és 1956 szellemében követeljük a nemzeti demokratikus hagyományok ápolását, március 15 és az októberi évforduló pirosbetűs ünnepnappán nyilvánítását. Ha mindenki erkölcsileg kényszerítve érezte magát arra, hogy le kell bírni a félelmét. Szóval mindenki, én úgy vettem észre, akik támogatták az azonnali megalakulást, azok úgy voltak vele, én is így voltam magam részéről ezzel, hogy nem lehet ezt tovább csinálni. Szóval mindenkiben volt, én úgy érzem egy ilyen, épp itt az ideje, hogy megmondjuk, hogy van ez az egész. Hogy nem kell többet, ne sumálkoljunk többet, hogy alakítunk is ilyen szakkollégiumot, de ott is határok vannak-e, nem megyünk-e bizonyos határokig. Tehát az egész méricskést, ami az ember agyát tönkreteszi, és dobjuk félre a súlyt, és mondjuk azt, hogy kérem, egyrészt az alkotmány szerint mindenfajta emberi jog szerint mindenkinek joga van szövetkezni. Kettő, hát ráadásul még a jogszabályok se tiltják, hogy ilyen módon szövetkezünk, akkor szövetkezünk ilyen módon. És dobjuk már súlyt ezt a politikai félelmektől, vagy a politikai félelmekből táplálkozó fontolgatás, hogy így fogalmazunk, meg úgy fogalmazunk, hogy szándéknyilatkozat legyen, vagy alakuljunk meg. Ugye egy normális, épp agyú emberekhez illik, mondjuk, hogy kérem, ezt akarjuk, aztán kész. Ez nem olyan könnyű azért, amikor írták alatt, az emberek láttam, hogy mindenki ott, nem mindenkinek, de a többségének rendesen izzott a tenyere, mikor alá kanyarította a nevét. És ettől volt patetikus, hogy ott egy ilyen erkölcsi nem is tudom, hogy egy erkölcsi kiegyenesedés hatása az emberek legyűlték a félelmüket, és aláírták ezt. Én magam is többek között, de nem csak én, hanem nyilván mind a 31 néhány alapító. Na, urak, hölgyek, egy fél perc türelmet kérek. Azt tudjátok, hogy a Jurta Színház az visszamondta előzetes ígéretét, és nem itt leszünk. Mikor elindultam, az negyed órával ezelőtt volt, akkor még volt helységünk, amit a sokadik két talomba tartott helységek közül nem mondtak vissza, mert többet visszamondtak. Mert az Almási téza, az Ürökös mondott, letiltották, stb. De van helység. Na most én próbálom átvezetni a társaságot oda. A Radnóti színpad elé fogunk menni. A hely a Tinódi mozi. Tehát a Radnóti színpad és a Tinódi mozi az köze van egymáshoz. Mindenki induljon a Tinódi moziba. Ezelőtt negyed órával még a milyen volt a terem. Várhatom, már sokan benne is vannak a moziba. Ez a hír. Gábor, milyen esélyeket jósolsz a mai tárgyalásra? Hát én ezt nem tudom megmondani, Laci, nem tudom, minden lehetséges. Mi úgy gondoljuk, hogy a pert nem fogjuk megnyerni. De ennek egy nagyon nagy jelentősége van a tárgyalásnak, és úgy gondoljuk, hogy végig próbáljuk ezt vinni, tehát fellebbezni is, hogyha arról van szó, és mindenképpen jelentősége van ennek az egész eljárásnak, hiszen itt egy hivatalos fórumnak állást kell foglalni a Fidesszel kapcsolatban. Két dolog történhet ma, mind a két dologért érdemes eljönni egy tárgyalásra, mert bármelyik is történik, ezek közül nem egy utolsó élmény. Az első, mondjuk, hogy nyerünk. Ami azt jelenti, hogy első ízben egy állami véleménynyilvánítás, korábbi állami véleménynyilvánítás ellenére is a jog az a győz, mondjuk így, igen naivan. A másik lehetőség, hogy saját szemünkkel láthatjuk, amit ez a rendszer leköpi a saját jogszabályát. Ez se egy utolsó jogszabályait, ez se egy utolsó élmény. Mindenképpen igazat adok a Viktornak, hogy a rendszernek a tesztje lesz ez a per, és ezért mi próbapernek is tekintjük. Ez a bíróság nem mondta ki, hogy a Fidesz jogellenes szervezet. Ez a bíróság csak azt mondta, hogy a sajtót ő nem kötelezi arra, hogy helyreállító közleményt közöljön. Ma nagyon világossá válhatott mindenki számára, az összes Fidesz tag számára az, hogy létezik jogszabály, Magyarországon sokfajta jogszabály létezik, ami vonatkozik a működésünkre, ezeket azonban a bíróságnak mindig értelmeznie kell. És ez a bíróság a jogtól függetlenül értelmezi ezeket a jogszabályokat.
Ha mi valóban el akarjuk érni, hogy a bíróság jogszerű, tehát a jogszabály szövege szerint értelmezze ezeket a jogszabályokat, és ezzel a mi működésünket ennek megfelelően minősítse, akkor nekünk erőt kell felmutatni. Ma is ma Magyarországon nincsen más lehetőség a jogainknak az érvényesítésére és kiküzdésére, mint az, hogy minél nagyobb szervezett erőt mutatunk föl. Vagyis a Fidesznek továbbra is szerveződnie kell, ha azt akarja, hogy jogszerűen működhessék. Az a politikai rendszer, ami nem hajlandó tárgyalni, ami nem hajlandó a társadalom megszerveződő erőivel tárgyalni, az csak önmagának tehet szemrányos kés, amikor rálőnek.